Que es magyar romantika. Ez már egy más érzés. Az út mellett. Köszönöm szépen! Ez meg.
Hát, ha megnézed. Itt is van. Nincsen sok íze. Ja, hogy megy van vége van hírésznek, az embert kéne elrejteni. Viszont tehetnének ilyen bicókat a Hévíz Kest helyén, nem? Pedig aztán kint van itt is, hogy semmire nem menj tovább, mi? És a biciklivel? És a motorra, nem szabad benne egy motorra gondolom. Úgy gondoltam, hogy ideig miért lehetett volna. Hát itt... Nem sokat látunk a lefolyómból. Kis fele. Látod? Aha. Némi nemű halacskák azért ott. Tehát is elkünk próbálom, mert vállalom maradni, jó? Sok jól van, itt még tovább, itt arra. Itt is itt vannak. Most a két túrát. Nem sokan járják még, amennyien idáig voltak, amíg nem jöttünk ide. Most itt annyi volt. Kis magyar romantika. Elvileg ilyen esőbe álló, de hát... De azt nem annak az használja, gondolom, ki jönnek ide. És akkor még érdekes lesz, ha söröztek, mi? Nem akarom őket zaklatni, és szerintem kikapcsolom addig a kamerát, mert hogy... Ez még mindig ugyanaz az út. Ez is kezdődik az a némi számú. Most éppen senki.
ez jó kis hidette, nem kell felszkapni. Csakkal, tényleg. Na most látjuk, hogy itt aztán most. Szóval sok. Egy más érzés. Az út mellett. Nem? Tehát már biztos, hogy nem jó 40 fokban. Úgyhogy 30 fok. Nem tudom megnézni, hogy hány fok van. Nem sok jaj, itt a kék leszed? Jó, mert felé fordultunk. Még azt hiszem, hogy jönnek mögöttünk most Málondon, minden fa levélre. Ez ilyen városhatár. Ez egy ilyen magyar városhatárja. Vadalma. És ott van. Hát, látni. Ott van.
érdekes hely. Szóval van. Várostábla, rovássírása, csak mi merre megyünk tovább? Nem erre megy a kék itt. Jélet, itt a busz, amivel mentünk mi, Égyiszre. Van 23 fok. Az lesz szerintem. Végre lefordultunk arról a szörnyű utcáról. És jó, jó, jó. Falakból, amely kívül mellett. Milyen ízmond a cuki. Hát ez nem... Le lett oltva, vagy mi? Itt vannak nagyobbak, nézd!